Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a képviselőtársaimnak is, akik késői órán még itt kitartanak, és engedjék meg, hogy ezzel éppen azért, mert mai nap van évfordulója az utolsó orosz katona távozásának az országból, megemlékezzek dédnagyapámról. Nagy megtiszteltetés az, hogy dédnagyapámról beszélhetek falak között. 1900-ban született, és utána átélt két világháborút, egy 56-ot. Kulák listára került, meghurcolták, és soha nem élte meg a rendszerváltást, 89-et. Én viszont ilyen 18 éves fiatalemberként nagyon-nagyon sok álommal és elképzeléssel vártam azt az időpontot, amikor mindaz, amit dédnagyapám mesélt, hogy milyen lehet egy másik világ, az bekövetkezzen. Abban az időszakban egy hihetetlen értékgazdagság maradt ránk. Ott voltak a határmenti területek, amelyek teljesen érintetlenek voltak, katonai területek, amelyek érintetlenek voltak, és az elmúlt 23 évben ezeket nagyjából, ezeknek az erőforrásoknak a jó részét feléltük, belaktuk, tönkretettük. És nagyon-nagyon szomorú vagyok emiatt. Annak idején mulattunk, emlékszek rá, ilyen fiatal madarászként fogadtunk csoportokat, holland csoport érkezett, egymást túrták ki a buszból, hogy egy kék, búzavirágos pipacsmezőt fotózzanak, mert Hollandiában már akkor semmi ilyesmi nem volt, és mi vertük a mellünket, hogy milyen gazdag az országunk, és milyen értékgazdagsággal dicsekedhetünk, és büszkék voltunk arra, hogy majd mi tanulhatunk a kapitalizmus hibáiból, és nem követjük el azokat a hibákat, amiket elkövetett a fejlett nyugat, és ugye most így 23 évvel később azt látom, hogy minden hibát elkövettünk mi is, amit elkövethettünk, és feléltük erőforrásainkat. Döcögtünk annak idején az M7-esen, mulattunk ugye azon, hogy hogyan döcög az M7-esen a kocsi, mentünk a Balcsira, és jó volt különböző ilyen pedagógus üdülőben, meg ilyenekben szüleim révén elmenni, de most már nem megyünk Balcsira, és 23 évvel később egyre kevesebb gyerek az, aki megfordulhat egy úttörő táborba, vagy elvihetik nyáron táborba. Bukarestbe mentem a 90-es évek elején egy konferenciára, és döbbenten néztem az Bukarest külvárosában, amikor átment a vonat, hogy milyen mezítlábas kis cigánygyerekek rohangálnak kéregetve, és közben megértük 23 év alatt, hogy a Borsodba, hogyha elmegyek, jelentős részébe ugyanezt látom, és Magyarországnak egy része ugyanolyan helyzetbe süllyedt, ami akkor elképzelhetetlen volt. Nagyon-nagyon sok álom és remény volt akkoriban. Akkoriban indultak a civil szervezetek, szányra kaptak a 90-es évek elején, elkezdtek alakulni, mint hittek a demokráciában, hittek abban, hogy Magyarországon kiépülhet egy olyan demokratikus rendszer, amely majd teret enged annak, hogy a közvetlen demokrácia gyakorlásával a harmadik szektor megerősödjön, és ugye most leginkább akkor halljuk a civil szervezeteket, mikor éppen valamelyik miniszter a kehét rájuk küldi, vagy éppen megpróbáljuk ellehetetleníteni őket támogatási rendszerekkel. Én alapvetően nem nagyon a liberális nézeteimről vagyok híres, de a 90-es évek elején Geri Bág Ágnesnek egy programot segítettek volna, hogy létrehozza az első magyar születésházat. Megvolt hozzá a költségvetési tervezet, hogy beindíthatja ezt, és az a nő, akit olyan sokszor bántottak már, olyan sokszor meghurcoltak, akkoriban reménytelien várhatta azt, hogy hát ha beindul Magyarországon az a bába praxis, ami azóta sem indult be, és egyre nehezebb üldözésnek van kitéve, és nemhogy nem történhetett meg az, aminek be kellett volna következni, és Nyugat-Európában sok helyen bekövetkezett, még rosszabb helyzetbe került. Ugye akkoriban a privatizáció egy rendkívül lehetőségnek tűnt, és azt mondták, hogy majd fejlődni fog a gazdaság, ugyanakkor azt láttuk, hogy az emberek, akik együtt dolgoztak üzemekbe, azokból a tulajdonosok lezárták, rátettek egy lakatot, ki mit őriz, abból él, ugye kommunista rendszernek a maradékából, valahogy ezekből a hatalmakból gazdasági hatalmak lettek, és egy társadalomnak egy jelentős része, akinek addig munkája volt és megélt, az azt látta, hogy az a morál kezd el dívni az országban, hogy valahogy valamilyen eszközökkel rá kell tenni az erőforrásokra a kezünket, és azzal kell boldogulnunk. És akkoriban, amikor még nem tűnt fel az, hogy a vidék rossz helyzetben van, a 90-es évek elején még több ezer birka legelte a túrkevei gyepeket is, és bármilyen alacsony képzetű embernek volt munkája állattartásban, állattenyésztésben, nem gondoltuk azt, hogy 5-6 éven belül az a 11 ezer birkából majd 1000 lesz, majd pár száz, és eltűnik a legeltetéses állattartás, tönkre mennek a gyepjeink, amik több száz évig legeltetve voltak, és mindez összeomlik. Volt biztos kezdett program, aminek nagyjából már biztos vége van. Volt a terv, annak idején ugye mosolyogtunk a kommunizmus vas és acélországa tervein,
Ugyanakkor a Vas és Acélországgal munkát adott az embereknek, majd szétverték az összes üzemet, és megszűntek a munkahelyek. Tehát meg szerettem volna emlékezni arról, hogy mik voltak a reményeink 23 évvel ezelőtt. 18 éves koromban én hogyan láttam azt, hogy milyen remények elé néz az ország, és én nagyon-nagyon csalódottan látom azt, hogy milyen irányba jutott az ország, hogyan alakult a demokráciánk állapota, és az a párt, aki akkor azt mondta, hogy soha ne legyen többségi hatalom még egyszer, hogyan él most ezzel vissza. Tehát erről szerettem volna megemlékezni. Köszönöm szépen!